Közös tánccal és népi játékokkal ünnepelték az őszt hétfő délután a Szőnyi Színes óvodában. Október 16-án tökfesztiválra várták az ovisokat és szüleiket. A kellemes őszi időjárás sokakat visszacsalt a délutáni órákban az óvoda udvarára, ahol igazi tökös hangulat uralkodott. Hosszú évekre visszanyúlóan hagyomány az, hogy minden évben megrendezzük a tökfesztivált, csak eddig ez zárt körök között zajlott. A gyerekek és szüleik hétvégén faragott tököket hoztak, így van ez most is, és kiállítást rendeztünk belőle. Az idei évben nyilvánossá tettük ezt a rendezvényünket. Az SM szülők segítségével különböző tökből készült süteményeket gyűjtöttünk be minden csoportba. Ezeket a süteményeket és mindenféle finomságokat ők árulják a teraszon. Ezzel bővítjük az alapítványunk vagyonát. Célunk van ezzel, ugyanis udvari játékokat szeretnénk vásárolni, ebből főleg kis bicikliket, amik ugye fogyó eszközök. Közben az udvaron különböző akadálypályák vannak a gyerekeknek, talicskákon kis tököket tologatnak, célba dobálnak tökkel, gesztenyével, természetes anyagokkal, kukoricát morzsolnak, barkácsolnak, csillámtetoválás van, és természetesen nem maradhat el a néptánc, táncházat is rendezünk. Rengetegen vagyunk, a mai nap is bizonyítja, hogy hát lassan kinőjük az óvodát, amikor visszajönnek, most is látunk kedves régi óvodásokat, akik visszajönnek az óvodánkba a rendezvényekre, mindig örömmel fogadjuk őket, nagy öröm, hogy újra itt vannak, és ők átélik azokat az élményeket, amiket óvodásként élhettek itt át. Minden a tökről szólt ezen a délután. Az őszi dekorációkkal díszített udvaron különleges faragott tökök sorakoztak. Nagy sikere volt a tökből készült finomságoknak is, amit az óvónénik folyamatosan kínáltak. Az ovis csoportokban egész héten tökös hangulat uralkodik. Ez a kis rendezvény, ez az őszi időszakra jellemző, mivel most van a sütőtöknek a szezonja, és egyébként is a tök szezon, hát nem a Halloweenhoz kötődik, hanem egy őszi ünnepkört foglal magába. Ezen a héten tökökkel foglalkozunk, sütőtöket sütünk, bent a csoportokban is krémeket készítünk, különböző feladatokat végeznek a gyerekek e köré csoportosítva.